Mint ahogy már említettük, magyar halálos áldozatról vagy sérültről eddig nem érkezett jelentés, de a detonációban megrongálódott a magyar követségi épület is. Orbán Viktor javaslatára a kormány 1 millió euró támogatást ajánl fel a Szír Katolikus Egyháznak a károk enyhítésére. A támogatás a Hungary Helps programon keresztül várhatóan még ma megérkezik. A részletekről a programért felelős államtitkárt kérdezi Titanilla. Azvay Trisztán most a vendégünk, így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarország eddig is segítette a libanoni keresztényeket, és most a tragédiában sincs másként, ugye 1 millió eurót ajánlottunk föl. Miért született meg ez a döntés? Amint hallottunk a katasztrófáról, azonnal fölvettük a kapcsolatot a libanoni partnereinkkel, diplomáciai partnereinkkel, egyházi partnereinkkel, hogy minél előbb tájékozódjunk. A Hungary Helps programot nem az érzelmek, hanem a tények vezetik. Itt tudunk hatékonyan támogatást nyújtanunk, de azt el kell mondanom, hogyha megengednek egy személyes megjegyzést, hogy egészen megrendítő híreket kaptunk. Az áldozatoknak a folyamatosan növekvő száma az ismert. Ma reggel 135 halálos áldozatról beszéltek, több mint 5000 sérült emberről, akinek esélye nincs a libanoni egészségügyi ellátórendszernek ennyi sérültet kezelni. De az is olyan szemléletes, hogy egyházi partnerink arról számoltak be, hogy például a Görög Ortodox Egyháznak a kórháza, ami abban az érintett városnegyedben volt, ez nem megrongálódott, hanem megsemmisült. Tehát kész, a föld lett egyenlővé. Itt nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a közösségek megtartását kell támogatnunk, mint ami általában a Hungary Helps-nek az egyik fő célkitűzése, nem csak a migrációt kell megelőznünk a keresztény közösség támogatásával, hanem itt életmentő segítséget kell adni, életmentő segítséget kell azonnal adni. Ezért a kormány a tegnapi ülése meghozta azt a döntést, hogy Magyarországgal a Hungary Helps programon keresztül 1 millió euróval segíti a libanoni embereket, az ottani egyházi partnerünkön, a Maronita Egyháznak a karitatív szolgálatán keresztül. Azt lehet már tudni, hogy ők ezt a pénzt mire fogják majd fordítani közvetlenül? Még egyszer, az emberi élet a legfontosabb, az orvosi segítségre fogják fordítani, de ugyanakkor a hatalmas probléma, amivel szembenéznek a katasztrófa következtében, hogy az óvatos becslések szerint legalább 4,5 millió ember, még egyszer 4,5 millió ember elveszítette az otthonát, hajléktalanná vált, őket azonnal el kell helyezni. Ez az első két legfontosabb, legsürgősebb, és ezek után lehet csak elkezdeni beszélni az újjáépítési munkálatokról. Külügyminiszter úr tegnap azt mondta, illetve írta a közösségi oldalán, hogy amennyiben Libanonban úgy látják, hogy további segítségre lesz szükség, úgy Magyarország tovább abban a helyzetben is ott áll majd az ország mellett. Igen, eddig is segítettük Libanont, a libanoni keresztény közösséget, illetve a libanoni népet általában. Előző beszélgetésekben is elhangzott, hogy mennyi kihívással néz szembe az ország. Az is elhangzott, hogy 1,5 millió szír és iraki menekült tartózkodik az országban. Ők nem gazdasági migránsok, hanem tényleg az életüket féltő menekült emberek. Hatalmas megterhelés ez a libanoni ellátó rendszeren, amely ország maga is migrációs forrásrégióvá válhat. Ezért alapvetően humanitárius megfontolások miatt támogattuk eddig is, és fogjuk támogatni a jövőben is Libanont, de ez egyben a magyar embereknek az biztonságát és az érdekét is szolgálja, hogy megelőzzük a esetlegesen Európai Unió irányába induló migrációt a térségből. Ön tavaly októberben személyesen is járt Libanonban, Beirutban, egy elismerést is átvehetett. Ugye az ország lakosságának nagyjából egyharmada keresztény, nem tudjuk pontosan, mert nagyon régen volt utoljára népszámlálás. Mit tapasztalt, milyen helyzetben vannak az ottani keresztények? Két körről is kell beszélni, egyrészt a menekült keresztényekről. Ezt tudni kell és beszélnünk kell róla, mert egy méretetlen igazságtalanság, hogy a szíriai és iraki keresztény menekültek, azokat a nemzetközi szervezeteknek a menekült ellátó rendszere diszkriminálja. Így egyedül a libanoni keresztény egyházakra támaszkodhatnak, hogy ellássák őket, ezért támogatjuk a menekült ellátó misszióit, korábban is már támogattuk a libanoni egyházaknak. Ugyanakkor rendkívül nehéz helyzetben van az ország, erről a mai
műsorban már szó volt. Nagyon nagy gazdasági kilátás, kívásokkal nézek szembe maguk a keresztények is az országban régóta jelenlevő feszültségek mellett. Ezért az eddigi támogatásaink során például nagyon hátrányos helyzetű vidéki régiókban szakmunkásképzést támogattunk, különböző egyházi missziókat, amik a belső menekülteknek a megmaradását és a fennmaradását, ilyen közösségi fennmaradását támogatták, úgyhogy nehéz a helyzet. Libanonnak, az egész világnak a szolidaritására és segítségre szüksége volt eddig is. Ez a mostani felbecsületetlen kárt és veszteséget okozó katasztrófa pedig csak még súlyosabbá tette a helyzetet. Hogy látja egyébként, hogy a közel-keleti keresztények helyzete szempontjából miért fontos, hogy Libanonban valamilyen formában helyreálljon a stabilitás? Az elmúlt bő egy évtized során a szíriai kereszténységnek a lélekszáma az kevesebb, mint felére csökkent. 2000 év után az iraki kereszténység több évezredet túlélt, kevesebb, mint egyötödére csökkent 14 év alatt, ami azt jelenti, hogy Libanonban található a közel-keleti kereszténységnek az utolsó nagyobb közössége, az utolsó bástyája. Hogyha a libanoni keresztény közösség nem marad meg, az azt jelenti, hogy a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció bölcsőjéből eltűnnek a keresztények. Libanonban egyébként hasonlóan tapasztalható volt csökkenés, ugye ott is volt polgárháború, államcsődöt jelentettek, hiperinfláció van, ugye itt a Szíriával, Szíria szomszédos országot is háború van, nagyon sok menekült érkezett az országba, a síita, szunnita szembenállás is nagyon megnehezíti ott az életet, ott is lehetett tapasztalni, hogy csökken a keresztényeknek a lélekszáma, a közössége? Ez egy nagyon beszédes és egyben szomorú adat, hogy kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt, amikor Libanon állam megalakult, akkor a kereszténységnek a részaránya az 3/4 volt Libanon lakosságának, népességének, most pedig ezt a részarányt 30-40% közé becslik. Tehát a tendencia az látszik, ez egy utolsó bástyája a közel-keleti kereszténységnek, és ez is porlik, ez is csökken, ez is gyengül. Mennyire tudják érvényesíteni ott a keresztények az érdekeiket, mondjuk az ország vezetésében? Ugye itt hallottuk a korábbi elemzésekben, hogy egyfajta, a hatalomnak egyfajta megosztása zajlik a különböző felekezetek között. A keresztények hangja mennyire erős? A keresztényeknek az érdekérvényesítő képessége, a politikai irányításban, kormányzásban való részétele, az az elmúlt időszakban arányos volt. Arányos volt, a hangjuk az megfelelő egyensúlyban érvényesült a síita és a szunnita közösségéhez képest, azokkal összevetve, de hihetetlen gazdasági, pénzügyi, politikai válságokkal nézett szembe eddig is Libanon is, és most ennek a katasztrófának a gazdasági hatásai azok, még egyszer mondom, felbecsületetlenek, de azt is meg kell említeni, hogy a kikötőben jelentős élelmiszer és gyógyszerkészletek is megsemmisültek. Hatalmas feszültség alatt áll az egész országnak a stabilitása. Hogyan tudunk egyébként mi innen még segíteni? Mert ugye nyilván itt Magyarország is nagyon komoly összeget ajánlott fel, más országok kórházat, mobil kórházat visznek oda, katasztrófavédelmi szakembereket, de hogyan tud a stabilitás helyreállításában segíteni a Nyugat? A magyar humanitárius segítség nyújtásnak az eszköze, a programja a Hungary Health Program. Ennek az alapelv, hogy helybe visszük a segítséget, az az alapelvünk, hogy nem a bajt hozzuk a migráción keresztül Magyarországon, hanem oda visszük a segítséget, ahol a baj van. Ezt példázza a mostani segítségnyújtásunk. A másik alapelvünk az az, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Tegnap született a kormánydöntés, és a kormány gyors reagálásának, a munkatársaim elhivatottságának és a gondviselés kegyelmének köszönhetően ezekben a percekben adjuk át az adományt. És a harmadik ilyen alapelvünk, hogy nem nemzetközi szervezetekre bízzük a támogatásunkat, hanem egyből az adott közösségeknek adjuk, ebben az esetben a keresztény karitatív szervezeteknek, mert őkben bízunk meg, hogy valóban eljut a rászorulókhoz a támogatásunk. Az, hogy az országnak a stabilitását hogy lehet hosszú távon szavatolni, ez a nagyhatalmaknak a játéktere, bár jó lenne, hogyha nem játékként fognák föl, hanem emberiesség, az emberiség és a libanoni nép védelmében egy hivatásként, hogy garantálják a stabilitást. Államtitkár úrnak nagyon köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.